9-től 5-ig című filmet 1980-ban mutatták be, ebből készült a musical, melynek zeneszerzője a 8-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő Dolly Parton. A történet a 70-es évek Amerikájában játszódik, ahol egy nagy ipari vállalatnál három túlhajszolt kolléganő, Violet, Judy és Dorali tervező, hogyan állhat bosszút képmutató a nőket lenéző főnökén. Violet vezetésével munkahelyi bonyodalmak egész során át megkísérlik valóra váltani közös álmukat, hogy robotolás helyett szeretetteljes emberhez és nőhöz méltó életet élhessenek. Dorálit Friedrich Noémi alakítja az előadásban. A három főszereplőnő egyik szereplője, aki ebben a darabban azt a nőszemélyt, női figurát testesíti meg, akit abszolút a külsője alapján ítélnek meg, pusztán azért, mert szereti a külcsínt, és szeret adni magára, és szőke, és nagymellű, ezért abszolút prekoncepciókkal élnek vele szemben. A férfi világ szemmel, kézzel, mindennel ezt használja is, kicsit hajazva a MeToo botrányra, szóval ez a szerepkör ez, akit én alakítok. A nagyhatalmú főnök Franklin Hart karakterét Puskás Tivadar kelt életre. A művész úgy véli, nehéz próba folyamaton vannak túl a színészek, táncosok és énekesek egyaránt. Szokatlanul nehéz volt. Szóval itt olyan megoldások vannak, szinte filmes megoldások, olyan változások, olyan koreográfia van, amit nagyszerű koreográfus csinált, aki eddig is dolgozott velünk, a Túri Lali, hogy lenyűgöző, hogy dolgoztak itt a tánckar, meg azok a szereplők, akik táncolnak igazából. Az én szerepem nem adja ezt a lehetőséget, de lesz azért elég sok meglepetés, mert 66 évesen sok mindent olyat teszek meg, amit már nem csúnyaságot, hanem fizikálisan, amit már ilyenkor nem szoktak a férfiak. A musical főbb szerepeit Friedrich Noémi és Puskás Tivadar mellett Horváth Margit, Staub Viktória, Gubik Petra, Kulcsár Viktória, Kosik Anita, Gulácsi Tamás és Horváth Viktor alakítják. A művet a darab rendezője Szente Vajk, valamint Galambos Attila fordították, a remek koreográfia Túri Lajos munkája.